A nyírbogdányi polgármesterhez többször fordultam, illetve szóltam neki, hogy probléma van itt a vízelfolyással az utcán, és most a lakásomba, például a nappaliba olyan szinten befolyt a víz, hogy az egész nappalimba áll a víz, legalább egy 3-4 centi vastagon, és most kézzel kell kimeringessük, mert a drága polgármester úr még mindig csak ígérgeti, hogy kicserélik azt a bizonyos vízelvezető szivattyút, vagy én nem tudom mit, de most ez itt ez van. Így áll a víz a nappalimba, bent a lakásba. Nem, nekem de is ezt nem tudtam. Én nem gondoltam. Tehát így kell bemenni a szobába. Húzza ki? Húzd ki, aha. Kicsit lobácsold meg a vizet, hogy látszódjon, hogy azért mennyi. Tehát ez van Bogdányban a gyártelepen. A drága polgármester úr miatt. Amint egy kis esőzés, hát nem kicsi, sajnos nagy esőzés volt. Itt mindig ez van, ha esik az eső, itt mindig ez van. És, tehát igazából egy ilyen hosszú utcáról beszélünk. Így, és egyetlen egy lefolyó van az egész utcán. Az is pont itt. Tehát ennyi van az egész utcán. Az az egy. Ez. És természetesen pont itt találkozik minden, ugyebár, és akkor befolyik mind a házba.